Ezékiel könyve, első rész. Ezékiel látomása. A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég és isteni látomásokat láttam. A hónap ötödikén, Jójákén király fogságba vitelének ötödik évében szólt az úrigéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához a Káldeusok országában, a Kebár folyó mellett, és megragadta őt ott az úr. Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből a villámok közül, mintha ezüstös csillogást tündöklött volna, négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek négy arca, és mindegyiknek négy szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de a lábfejük olyan volt, mint a borjúláb ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt négy felől emberi kezek voltak. Mind a négynek több arca és szárnya volt. Szárnyaik összeértek egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk, volt emberarcuk, de volt oroszlán arca is mind a négynek jobbról, bikarca is volt mind a négynek balról, és volt sas arca is mind a négynek ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak terjesztve, ez a két szárny összeért, egyik a másikéval, kettő pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a lélek akart menni, oda mentek, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ilyenek voltak az élőlények, külsejük olyan volt, mint az izzó parás, és az élőlények között, mintha égő fákják lobogtak volna, Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élőlények úgy csúhantak ide-oda, akár a villám. Amint néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a Földön az élőlények mellett, mind a négy előtt. A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drágaköveknek látszottak, és mind a négy egyforma volt. Úgy készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. Amikor jártak, négy irányba tudtak menni nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. A kerekek abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a négy abroncs körös körül tele volt szemekkel. Amikor az élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. Ahová a lélek akart menni, oda mentek. Oda, ahová a lélek akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Ha azok jártak, ezek is jártak, ha azok megálltak, ezek is megálltak, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Az élőlények feje fölött, mintha boltozat lett volna, amely félelmetesen csillogott akár a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött, a boltozat alatt kivoltak terjesztve szárnyaik egyik a másik év felé. Mindegyiknek volt másik két szárnya is, ezekkel eltakarták a testüket elől is, hátul is. Amikor jártak, olyannak hallottam szárnyaik zúgását, amilyen a nagyvizek zúgása, mint a mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, leeresztették szárnyaikat, és egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról, amikor megálltak, és leeresztették szárnyaikat. A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam, derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon, ilyen volt az úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal.